Na, én készen vagyok. Jézusom! Na, hát most nyaralós ruha. A kesztyű! A kesztyű! A kesztyűmet ne nyúlítsd! Hát, gyere, ötözzél fel te is! Hát, jól van, a kesztyűd van! A kesztyűd győzött, na, megyünk? Szeretem! Jó, van, így mondom magának oda, a kesztyűd van! Hogy nézel? Mi, hogy nézik oda? Na gyere, öltözzél, ott te is én nyaralni! Hogy ne csináljak magamból én is hülyét, biztos, hogy nem. Így, szégyeld el magadat, Krisztián. Hát azért meg kirándulni megyünk, attól nem kell sapka. Hát de Mari, a természet lágyölébe hideg van. Na igen. Győzőke? Mi van Béla? Biztos, hogy ebben a szörben? Jaj, de te meg allergiás, vagy tiszta piros itt az arcod. Hallod el, ebben még az űrből is látnak. Van neki egy stílusa, amit képvisel, az még jó. Még elmegy egynek így idegen szemmel is, mert amúgy nehéz megszokni, de ez, amit ma produkált, ez borzalmas. Például ezt felvennéd ezt, More? Ki? Amikor nem látnálak az erdőbe, visszarikítana. Erdőbe, színes öltöny, köves öltöny, nem balba megyünk. Bújjál ma bele! Most mit? Van ugyanilyen sapka, Mari, sapka. Nem csak vét magamból. Mit csinálsz magad buhít? Tudod milyen jó lesz? Ki a báros nem azért kivesz fel ilyet? Mi van? Mi az, hogy kivesz fel ilyet, Mari? Segítsetek ma. Ha nem hiszlek el. Lehányhatom neked esti se, azt olyan lesz. Gyere ide, csajé! Na, hát... Gyerekem, ne! Mit ne? Gyere ide, jé! Mi az? Gyere ide, van hozzá a kötő, gyere ide, bújj bele, jé! Ülj ide, gyere, vedd fel! Vedd ma a fél! Ez az ügyés ruha, ez a papos ruha! De vedd ma a fél! De megcsinálom, van hozzá a kötő, úgy maradtam a galcsival! Csikosban én 4 napig van! Szeretsz befejezni! Szeretsz! Halljam ma a fél! Könyörögve! Én is könyörögve, mikadnak a szalja, vedd fel! Hogy nézek ki! Vedd ma a fél! Csak annyit, tudod, hogy kötőt, Csikós van, így kötőt csinált, ez a 2 méteres kötőt idején. Gyere majd, de vedd ma a fél! Ha kimegyünk a rétre, azt meglát a vadász, szerintem rád lő. Esküszöm rád lő. Gyere ma a virág, vedd ma a fél, te akkor! Gyere ma be, csak annyit belebúsz, leveheted utána. Farsangál! Ma elmúlt farsang. De most az mi? Az nem férfi? Ez nem, gyere ma! Na gyere ma! Már próbál csak azért, hogy ne legyek, érted? Igen, túl legyek rajta. Szégyeld magadat, na bújj bele, Csikós Mari vártam. 7 napig nem aludt. Az anyja annyi levest főzött, annyi levest ettek, uzsár. Várja, és akkor itt kell megkötni a leketőbe. Most ez jó, ebbe tudsz mosogatni, főzni. Így. És akkor így, dicsőség neked. Nézd meg! Dicsőség. Tudod, milyen vagy? Mindegy kifaragott ember, nagyon jó vagy. Olyan vagy, mint a apácából. Ez az, csinálj. Ancsúsztingó, csevönevönevön, ancsúsztingó. Jó van. Csevönevönevön. Ezt csak miattak csináltam. Jó van, maradjon már rajta. Csikós Mari, tudod, mennyi levest főztek ezért? Ezért. Szerintem a kesztyűmet add vissza. Ez a gyerekeké volt, mikor még kicsik voltak. Így, add vissza a sapkalmot. Ez nem a tiéd. És a kesztyűmet add vissza. Köszönjük szépen. Nézd meg, egy hónapig rosszat álmodok. Na, jó van. Ezt meg vidd vissza, elmezkölcsözőben nagy pénzt kapod érte. Szerintem ebből a kirándulásból egyébként nem lesz semmi, majd az lesz, hogy itthon divat bemutatózik, felveszi egyik hülyébb szett, utána a másik még hülyébb szettjét, és akkor ezzel fog elmenni a nap. Miközben ketyeg a bérleti díja ennek a lakóbusznak, úgy, hogy senki nem lakja. Hát ez roppant jó, roppant jó.